Ez már a 9. alkalom, hogy kulturális találkozót szerveznek Berettyóújfaluban. Nagyon örülünk ezeknek a találkozóknak, annál is inkább, mert ennek fesztivál jellege van. Itt mindenki győz, mindenki nyer, mindenki gazdagabban megy haza. Ez arra jó, hogy jobban megismerjük egymást, barátokat szerzünk, és mindenféle, mondhatnám azt, praktikákat ellesünk. És megpróbáljuk, és összegyűjtjük a környezetünkben, mi az, amit meg tudunk valósítani, és ezzel mindig gazdagabbak leszünk. Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar megyei nyugdíjas szervezetek szövetségének elnöke, ezekkel a szavakkal köszöntötte a rendezvényre látogatókat. Szintén köszöntőt mondott Bonácz János a polgármester és Pikó Gyuláné, a Berettyópad Nyugdíjasok Egyesületének elnöke is, aki megfogalmazta a rendezvény célját. Tisztelt vendégeink! A mai találkozónk célja a szépkőrak aktív tevékenységre készítése, megméretetés azáltal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítunk számunkra, segítjük a hagyományőrzés, a népdal, tánc, a vers szeretetét, a kapcsolatépítés és a barátságoknak a szövését. Gondolataimat Nora Roberts szavaival zárom. A barátainkkal mindent meg kell osztanunk, különösen a gyönyörű pillanatokat, a szerelem pillanatait, a költészet pillanatait, a zene, az ének, a tánc pillanatait. Így módon az életünk egyre gazdagabbá és gazdagabbá válik. A találkozó sikeres volt, hiszen idén 29 település nyugdíjas egyesülete képviseltette magát és adott színvonalas műsort. A kulturális programok sokszínűségét mutatta, hogy a fellépett dalkörök, tánccsoportok, versmondók mellett egyéni produkciókat, gyermekelőadást, illetve több generáció együttműködését is láthatták a színpadon. Bonácz János alpolgármester elmondta, miért is fontos a városvezetés számára ez a rendezvény. Ez a rendezvény azért fontos a városnak, hiszen a nagy számban élnek a lakosságban nyugdíjasok, és Magdikáék, mint a Biari Nyugdíjas Klub, Berettyóparti Nyugdíjas Klub vezetésével számos rendezvényen vannak jelen város életében, és fontos az, hogy az összetartást, illetve a családiasságot sugallja ez a város lakosság számára. Az önkormányzat igyekszik lehetőségei szerint támogatni mind a nyugdíjas klubot, mind számos más civil szervezetet a városban. Évről évre azt lehet mondani, hogy számos nyugdíjas klubbal gyarapodott a rendezvény, amely remélhetőleg tovább öregbíti városunk hírnevét. Ugye, babám, nagyon szeretjük egymást. Először is a kulturális munkánkat mutatjuk meg, mert szerteágazó, amit a nyugdíjas klubok végeznek. A másik dolog a baráti találkozó, és én úgy gondolom, hogy ez a réteg ragaszkodik a maga korosztályához. Szeretünk együtt lenni, és nagyon, mondhatnám azt, olyan dolgokat tudnak az idős emberek, ami a hagyományápolást is takarja. Vannak olyan idős emberek, akik már nyugdíjas korukban jönnek rá, hogy milyen tehetség lappang bennük, mert aktív korukban ezt nem tudták bebizonyítani, és nagyon sokan örülnek annak, hogy most megmutathatják. Nem beszélve róla, hogy egy-egy ilyen rendezvényre külön összegyűjtik azokat az ismereteket, és azokat a népdalokat, verseket, amiket eddig még nem hallottunk. Tehát ezzel bővül a mi ismeret anyagunk. Elvárták a kis pacsét a balszárnyát, kis pacsirta búsul a szárnya után, én itt búsulok a szerető után.
több helyen megrendezik ezeket a kis kimitudokat vagy fesztiválokat. Két héttel ezelőtt Komádiba voltunk, ott is közel 300 nyugdíjas vett részt ezen a rendezvényen, és az ilyen szabadidő parkokban nagyon jók ezek a rendezvények, és most 13-án pedig lesz a Katonadalok Fesztiválja Hajdúszoboszlón, oda is több száz embert várunk. Berettyóban learatták az árvát, elvágták a Búzs-Gerlicéből szárnyát. A Búzs-Gerlicé búsul a szárnya után, én is búsulok a Bíró, hamak, mégy bíró. Válja ki a két szemed a holnap, miért tiltod be a nevem katonának? Hely, mikor engem még a lányok is sajnálnak.